Üdvözletem mindenkinek! Ez itt a MitoVlog 1005. A következő isten, akit nagyító alá veszek, az Loki. Igaz, ő kissé kilóg a sorból, hiszen eredendően nem ász, ám kezdetektől fogva Asgardban találjuk. Igazán ismerté, őt is a Marvel filmek tették. Ott Thor fivéreként van jelen, ám a folytatásokban mint ellenfele tűnik fel. Ez nagyjából jellemzi is Lokit, kire általában az Eddák bajkeverőként szoktak utalni. A kezdetekkor az istenek rokona, testvére, segítője és megmentője, később azonban a sok csintevése eldurvul, s már kevéssé viccesek. Az egész odáig fajul, hogy szembefordul a fényes istenekkel, és a végső csatában, Vigrid mezején, az ászok ellenfeleként lép a harcmezőre. Ez Loki, testvér, barát, segítő, bohóc, trükkös, bajkeverő, gyilkos és ellenség. Mint látni fogjuk, Lokit már az eredeti szövegek is igen érdekes figuraként írják le, s bátran állíthatom, hogy ő az egyik legizgalmasabb isten mindközül. Először Lokit, mint testvért mutatom be, majd barátságát Thorral, s végezetül azt a Lokit, mely az istenek végzetét is okozza. Mielőtt komolyabban rátérnék Lokira és tetteire, előbb származását mutatnám be. Lokit, a bajkeverő istent, sok forrás, itt nem csak az Eddákra gondolok, óriásként írják le. Egyes nevei is ezt támasztják alá, mint például Hvedrung, azaz óriásnő sarja. Szüleit az Eddák egyértelműen megnevezik. Az anyja, Laffi óriásnő, aki ismert még nál, azaz Tű néven, mivel karcsú, szép és éles eszű volt. Loki apja állítólag a szintén óriás Farbauti, kinek neve azt jelenti, aki veszélyes ütéseket mér. És bizony Farbauti éppen olyan veszélyes volt, mint a neve sugallja. Azt azonban, hogy Loki szülei honnan származtak, homály fedi. Feltehetően Belgermir leszármazottai, mivel csak ők élték túl a világ teremtését, mikor Odin és fivérei Ymir vérét ontották. E logika szerint a déróriások nemzetségéhez tartoztak, s maguk is jégóriások voltak. A Marvel filmekben ezért jelenhetett meg Loki, mint jégóriás, ám ott Laffy az apja volt, s nem az anyja. A történet szerint a Jötünök királya, Laffy, magára hagyta csöpnyi fiát még az Asgardiakkal vívott háború idején. A kicsin jégóriást maga Odin találta meg, s vitte Asgardba, hogy fiaként felnevelje, s testvére legyen vérszerinti fiának, Thornak. Másút Loki nem déróriás, hanem tűzóriás, sőt, Wagner operáiban pedig tűzdémonként van jelen. Loki, a fondorlatos tűzisten azután született, hogy az óriás Farbauti tüzes pálcával érintette Laffy óriáslányt. Itt Farbauti tűzóriás, s nem Belgermir leszármazottja, azaz jégóriás. Laffy sem a jégóriások királyaként jelenik meg, hanem a tüzet tápláló, úgynevezett lombos szigetként, amit Farbauti egyetlen csettintéssel lángba borít. Mácsik Gábor szerint ez a hirtelen kipattanó erdőtűz allegorikus képzete. Létezik azonban egy elmélet, mely szerint miután Ymir létrehozta a jégóriásokat, azok keveredtek Muspelheim tűzóriásaival. Farbauti és Laffy egy ilyen náz gyümölcse, sőt Lokinak maga Surt a keresztapja, s neveltetése is Muspelheimben történt. A későbbi források ezt nem zárják ki, főként ha Loki tüzes szellemére gondolunk. Mikor Utgard Loki udvarában versenyt evett Logival, ugyanolyan képességeket mutatott, mint Logi, azaz a futótűz. Ugyanakkor így már érthető, hogy a Ragnarök eseményeiben miért állt Surt mellé. Loki származására vonatkozó elméletek legalább olyan sokszínűek, mint ő maga, de haladjunk tovább Loki családfáján. Első felesége Glútóriás asszony volt még Muspelheimben, kitől két lánya, Einmire Hamu és Eissa parás született. Második feleségét már Asgardban találta meg, mint a hűséges Sijin, s tőle két fia, Narfi és Vali lett. Loki azonban többször is félrelépett. Angurbodával három ízben is, s nászuk gyümölcsei a világszörnyek lettek. Ezért is nevezik Angurbodát még bánathozónak és a vaserdő vénének is. Másik szeretőjétől, Svadilfari csődörtől lesz Sleipnir, Odin nyolclábú lova, de erről majd később. Lokinak volt két fivére, Byleth és Helblindi. Sokat nem tudunk róluk, ám néhányan úgy vélik, hogy a két testvért igenis ismerjük az Eddákból, csupán más névvel szerepelnek.
Helblindé feltételezhetően Odin takarja, hiszen őt is illették ezzel a névvel, ami annyit takar, seregvakító. Wyleszt kilétét Enbalog Anikó ekép oldja fel. Ezt a nézetet a verseset a szövegein kívül a skált költészetből is ismert Kenning is alátámasztja, miszerint Odin egyenlő Bylester, Loki egyenlő Bylester fivére. Tehát e fejtegetéseink után ott tartunk, hogy Loki mindkét fivére Odin más-más neveit hordják, éppen ezért feltehető, hogy már itt is Odinról beszélhetünk, mint Loki fivérei. Odinnál nem volt ritka a többes szem, gondoljunk csak a Gilf káprázatra, ahol három alakban jelent meg, mások szerint ez csupán erőltetett belemagyarázás, s Loki fivérei önálló óriások, avagy istenek. Minden esetre elgondolkodtató. Az azonban tény, hogy Odin és Loki között igen érdekes kapcsolat van. Az el nem mesélt történetekben a világ kezdetén vérszövetséget kötöttek, és sok mindenen átmentek együtt. Emlékezel, Odin, hogy az ősidőkben vért vegyíték veled. Esküvél, nem ízlelsz italt, ha csak együtt nem iszol, én vélem. Több történet is mesél közös kalandjaikról, ám elsőként a Vidraváltságot venném. Ez a történet lényegében a Nibelung monda körhöz tartozik, s elmeséli, hogy a gyűrű hogyan került Fafnirhoz. Az idők kezdetén, mikor még törpök, óriások és sárkányok járták a vidéket, s megvolt az az isteni képességük, hogy tetszőleges alakot öltsenek, a három isten vándorútra kelt. Odin nyughatatlan természet volt, s mindig kíváncsian tekintett a világ dolgaira. Hönír a legbölcsebb ász jó ütitársának bizonyult, akár csak a ravasz Loki. Egy nap, mikor nagyon megéheztek, Lokin volt a sor, hogy vadásszon, s el is ejtett egy vidrát. Azonban semmi sem az, aminek látszik, s az a vidra Otur volt, Hreidmar fia, csak épp vidrának álcázta magát. Otur fivéreinek se kellett több, s el is fogták a fényes isteneket. Regin és Fafnir testvérükért váltságot követeltek, s mivel Loki követte el a gyilkosságot, neki kellett megváltania Otur fejét és a sajátjáét is. Addig Odin és Hönir túszként maradtak náluk, nehogy Loki elfelejtse azt, amit ígért. Loki ismert egy törpöt a közelben, akinek legendás vagyona volt, ő volt Andvari. A közeli tóban szokott úszkálni halképében, s ezt Loki nagyon is jól tudta. Neki sem kellett több, kifogta a hal álcában úszkálódó Andvari törpét, és azért, hogy meg ne ölje, fizetséget kért. Andvari annyi aranyat adott, amivel megváltotta saját életét, de egy gyűrűt visszatartott. Loki azt is követelte, s Andvari kénytelen volt azt is átadni. A gyűrűt azonban megátkozta. Mit tőlem raboltál, a ragyogó arany két fivérre hozzon hirtelen halált? Nyolc királynak szerezzen szörnyű veszedelmet, kincsemnek soha ne örüljön senki. Loki a kincsel és a gyűrűvel immár visszamehetett Hreidmar fiaihoz megváltani az övéit. Otthúr lenyúzott vidra bőrét meg is töltötték Loki zsákmányolt aranyával, azonban a vidra bajusza kikandikált onnan, s a gyűrűt is át kellett adnia. Ehhez azonban Loki foga nem füllött, de csak ezzel tudták befedni a vidra bajuszát. Így történt, hogy Loki megváltotta Odint, s ezzel megmentette az életét is. Mint láthatjuk, az északi barbár vikingeknél az életkioltása igenis főben járó bűn volt. Minden embernek megvolt a maga értéke, s ha valaki megölt egy másik embert, a halott családját kártalanítania kellett. Gyakran a vérváltság olyan nagy összeg volt, hogy a gyilkos és családja, mert ilyenkor nekik is fizetni kellett, teljesen tönkrementek a megfizetésébe. Ez a történet ékes bizonyítéka annak, hogy Loki és Odin igenis testvéreknek tartották egymást, olyannyira, hogy életüket is egymásra bízták. A gyilkosságot Loki követte el, s neki kellett fizetnie, ám nem tudta mivel kiengesztelni Regint és Fafnirt. Otur fejéért Loki is a fejével lakolt volna,
ám túszként ott maradt Odin és Hönér, biztosítva azt, hogy megfelelő váltságot keressen. Ha Loki nem tért volna vissza, Odin és Hönér fizettek volna Otur fejéért, valószínűleg az életükkel. Látható, hogy az aranyászok nem mindenható istenek, hanem nagyon is emberiek. Ugyanazok a normák kötik őket, mint az embereket, ez azonban nem azért van, mert nem állna hatalmukban, hanem ezzel is példaként szolgálnak az embereknek. Ha valami vétséget elkövettél, igenis vállalnod kell a következményeket, s akit megbántottál, megsértettél vagy kárt okoztál, helyre kell hoznod. A család pedig, bármit is követtél el, mögötted kell, hogy álljon, ahogy Loki mögött is ott állt Odin és Hönér. Ez a történet azonban kissé átalakítva a Wagner féle Ring tetralógiában is helyet kapott. Wotan felbérelte a két óriás építőmestert, Fansoltot és Fafnirt, hogy építsék meg Asgard falait. Ők cserébe Freyát és az almáit kérték fizetségül. Mikor a falak elkészültek, a két óriás követelte a fizetségüket. Wotan azonban olyan ajánlatot tett Loki tanácsára, hogy tud olyan kincset, mely értékesebb a szerelemnél és magánál Freyánál is. Az óriásokat ez kíváncsivá tette, s meg is egyeztek, ám addig, amíg azt meg nem kapják, Freya és az almái náluk maradnak. Wotan ekkor Loge kíséretében lement a Nibelungokhoz, s ott megkeresték Alberichet. Csellel elvették tőle mind a gyűrűt, mind a kincseit. Alberich ekkor mondott átkot a gyűrűre. Miután Wotan és Loge visszatértek a temérdek kincsel és a gyűrűvel, sikeresen megváltották a szépséges Freyát. A két óriás osztozkodásnál összevesztek, s Fafnir agyonütötte Fansoltot, aki bele is halt. Később Fafnir sárkány alakot öltött, s úgy vigyázott Hőn szeretett aranyára. A két történet közös pontjai itt nem a vérváltság ténye, hanem maga a gyűrű megszerzése Andvaritól, illetve Alberichtől. Mindketten ugyanúgy átkozták meg a gyűrűt, s azt Lokinak, illetve Logénak és Wotannak fizetségül kellett adnia valami értékesebbért, Lokinál testvéreiért, Wotannál nővéréért. Wagnernél Loge ugyancsak segíti Wotant, de szerepe inkább alárendeltebb. Sokszor Wotan csak kihasználja a Loge tüzes természetét, s Loge nem is tartozik az istenek közé, Lokival ellentétben. Odin és Loki kapcsolata azonban mélyebb. Loki és Odin egy másik történetben is együtt rótták útjaikat Hönirrel karöltve. További vándorlásaik során botlottak bele két fába, amiből az első emberpárt is megteremtették. Mindaddig, míg hárman közeledtek a kíséretből, jóságos erős ászok jöttek a házhoz, találtak a tengerpartján két kezdete fát, egy kőrist, egy szilt, szabad sorsú sarjakat. Lelkük nem lélegzett, szavuk nem szólalt, maguk nem moccantak, épp színük elapadt. Lett lélegzetük Odintól, szavuk szólalt Hünértől, Lódurtól meglódultak, s épp színük élet. Így esett meg az északi mitológiában az ember teremtése, ahol azonban már meglévő anyagot formáltak meg. Érdekes, hogy a férfit Askot és a nőt Emblát egyszerre teremtették, s így egyiknek sincs elsőbsége a másikkal szemben. Odintól szellemet, párát, avagy lelket kaptak, Hönértől szavakat és tetteket, másút akaratot. Lokitól pedig meglódultak, hiszen tőle kapták a vért, melytől piros lett orcájuk. Tehát nem egy isten műve az ember teremtése, mint ahogy Odin melléknevei, az emberisten és a mindennek atya sugallja, hanem háromé. Hönér volt eddig a legbölcsebb ász, s ezt követően az ászván háború befejeztével a vánokhoz került, ahol ugyan sok jó tanácsot osztott mindenkinek, de csak akkor, ha Mimir mellette volt. A rossz nyelvek szerint Hönér értelmét az ember nyelte el, mikor vele megajándékozta. Odin az embernek szellemet adott. A szellem felelős az életért, s szél természete révén lehet páraként, levegőként is említeni, maga a lélegzet pedig egy olyan szél, mely magából az emberből árad. Loki nem is adhatott volna mást, mint a vért, mely felkorbácsolja szenvedélyünk, s ösztöneinknek engedve minden szabályt áthághatónak vélünk. Itt is megmutatkozik Loki tüzes jelleme, mely ugyanúgy részünk, mint Hönér akarata és Odin szelleme. Ez mindenképpen elárul arról valamit, hogy az északi népek miként vélekedtek az emberi pszichéről. Odin és Loki párosa, Neil Gaiman, Amerikai Istenek című regényében is feltűnik.
Ott Amerika szerte vándoroltak, mint hajdan, az eddikus mitoszok el nem mesélt történeteiben. Ők ketten mindenkit kihasználtak, s útjaik során trükkökkel és cselvetéssel próbáltak boldogulni egy olyan világban, hol már a régi isteneknek leáldozott. Gaiman nem részletezi kalandjaikat, csupán érzékelteti, hogy a két isten mennyire hasonló gondolkodású, s mennyire agyafurtak tudtak lenni. Joan Harris regényében, a Rúna jelekben már nem ilyen szívélyes a kapcsolatuk, azonban megítélésük hasonló. Lokit ott az elkövetett bűneiért minden isten meg akarja ölni, s Odint szintén ellenségnek gondolják. Mandy azonban mind Odin, mind Loki pártját fogja. Odin megtanította őt mindarra, amit tud, Loki pedig mindvégig mellette volt, s habár többször is át akarta ejteni, de mindig segített Mandynek. Az eddig felsorolt művekben is láthatjuk, hogy Odin és Loki tulajdonságai is arra mutat, hogy igen hasonló gondolkodásúak. Mindketten ravaszak, s inkább csellel szerzik meg, amit akarnak, semmint erőszakkal. Mindketten voltak számüzetésben, s mindketten megjelentek, mint kultúristenek. Odin mikor megszerzi a méssert és a rúnák titkát, Loki pedig elkészíti a hálót és megszerzi az istenek fegyverzetét. Ahány történet, annyi értelmezés, s ez igaz a fordításokra is. Fordítás és fordítás között is hatalmas a különbség, hiszen a fordító nem csak lefordítja az adott szöveget, hanem magában újra is értelmezi azt. Éppen ezért minden fordítás egy újabb mítosz értelmezés, mely vagy elvesz, vagy hozzáad az eredeti műhöz. Erre a legjobb példa a fenséges szava, ahol felvélten fedezni Loki és Odin kapcsolatának mélyebb gyökerét, természetesen rejtve. Ez azonban csupán a Tandori féle fordításban és Beke Margitnál lelhető fel, Szásznál még belemagyarázható, de Bernátnál már semmiképp sem. Az alapszituáció, amiből kiindultam, az az, hogy fenséges szava az Odin szava. Tehát amit leírva látunk, azt Odin tolmácsolja. Volt a mi fiú is egykor, egy magam éltem, utam elelvétettem. Társat találtam hozzám hasonló férfit, szívem gazdagon szárnyolt. Odin itt feltehetően számüzetésére gondolt, mikor elelvétette az útját, s Lokival való találkozására, mikor egy hozzá hasonló férfit talált. A másik dolog, mely összeköti a két istent, az a halál. Köztudomású, hogy Odin a harcban elesett hősök atya, s a kiválasztott harcosok a Valhallába kerülnek mellé. Igaz, ebbe Freyjának is van beleszólása, de erről majd máskor. Tehát Odin csarnokában a legvakmerőbb s legrátermettebb harcosok foglalnak helyet, ahol teljes kényelemben élnek, s nap mint nap harcolnak egymással. Ez az Eddákban egyértelműen benne van, sőt még a Baldur vére című regény is ekköré építi a cselekményét. Ezzel szemben Loki pedig az alvilág úrnőjének, Hélnek az atya. Hél egyaránt jelenti a túlvilágot és annak úrnőjét. Ide azok kerülnek, kik nem harcban estek el. Hasonlóságukban van ellentétjük is, hiszen Odin és Loki a halál és a túlvilág urai, ám míg Odin a harcosoké, Freyjával megosztva, addig Loki lánya révén azok fölött uralkodik, kik csendben, betegségben múltak ki. Egy korábbi panteonban Odiné volt ez a szerep, mint betegségdémon. E ponton is szembesülünk hasonlóságukkal, s így már jobban meg lehet érteni azt a nézőpontot, mely szerint ők ikertestvérek voltak. Loki, Odin kozmikus dublőre a kozmológiában, démonikus ellenfele az eszkatológiában. Mindkettőjükben vannak sámánisztikus vonások, de Loki sámán útjának határt szab a horizontális vetület, míg Odin alakja szorosan kapcsolódik a világfához. A sámánisztikus képességek egyik jellegzetessége, hogy különféle állatok alakját képesek felvenni. Az állati alak felvétele azonban nem jelent értelemcsökkenést, sőt, bizonyos értelemben fejlettebb tudattal állunk szemben. Az állat még része a természetnek és egységre törekszik vele, nem úgy, mint az ember egója, mely viszont uralkodni akar a természeten. Az állati alak összhangban van saját természetével, ösztöneivel és környezetével. Gondoljunk csak arra, hogy Odin hogyan változott át sassá és kígyóvá, miközben megtartotta beszédét s vele értelmét is. Loki alakváltásáról pedig Vörös Sándor írt egy nagyszerű verset. Csak alszik ő a durva hős, a rőtszakálú vénhadúr, mint óriási mír az ős, a száz testet váltó lódúr, Fenris Midgard a pikkelyes, Thor a villám a félkező, s minden mi vad és egyszerű, és hősi és kezdetleges. Ők egymásnak olyanok, mint a kéz, ketten egyek, de mégis ellentétek. Az egyik a tenyér, a másik a kézfej.
Egyek, de mégsem lehet összekeverni őket. Ezért is állítja sok mítoszkutató, hogy ők ikrek, s nem egyek. Lokinak szüksége van Odinra, a bölcs öreg vándorra, ki mindent ismer, de nem uralkodik mindenen, s fordítva. A szívnek kell az ész, hogy kordában tartsa, de az értelemnek pedig az érzelmek adják meg a célt. Ennek egyensúlyát csak az akaratunkkal vagyunk képesek elérni, s kiki saját döntése alapján mérlegeli, miből mennyi kell neki. Freud fogalmaival élve, Loki és Odin legalapvetőbb ösztöneink projekciói. Odin az élet ösztöné, hiszen ő teremtette a világot, s gyarapította saját tudását, Loki pedig a halál ösztöné. Azonban ez a halál ösztön nem csak pusztítani képes, hanem végtelen bölcsességgel is felruházza az embert, s megtanítja elfogadni az elkerülhetetlent. Még nem értem a végére, de egyszerre csak ennyit veszek el az időtökből. Köszönöm, hogy megtekintetted a videómat, és remélem nem untad el magad. Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel. Viszlát, és találkozunk a folytatásban.